Rágógumizni és sekszétrúgni jöttem. Sajnos a rágógumiból kifogytam, úgyhogy marad a sekszétrúgás. Szerbusztok, kedves embertársaim, én Oszi bácsi vagyok, és ez itt a Heretik végigjátszásomnak a következő része, klasszikus beköszönéssel. Úgyhogy a mai epizódban a fáklyának a leírását szeretném megosztani veletek, mint érdekesség. A fáklya az egy tárgy Heretikben és a Hexenben használatával minden területet, még a víz alatti területeket is 120 másodpercre teljes fényerővel megvilágít. Hát ez technikailag azt jelenti, hogy az összes szektornak a fényerejét maximumra állítja, de mindegy. De egyébként itt egy picit pislákol. Ez a hatás nagyjából olyan, mint a Doom fényerősítő vízorja, azzal a különbséggel, hogy a fénye enyhén pislákol. Hát igen. Ugyebár a fáklya. Az pislákol. Na, akkor nézzük meg, hogy most ez a pálya vajon mit fog nekünk jelenteni, mit fog elhozni nekünk. Nyomjuk. Hát, hogy kéne egy agár egér alá tétet vennem, mert itt állandóan valami összezsírozódik az asztalnak ez a felülete, és akkor így állandóan nehéz mozgatni az egeret. Állandóan pucolnom kell ilyen vizes papírral. Na mindegy, most ebédeltem amúgy. Ne szóljál be. Na nézzük, hogy most mi van. Valamit kotorászik. Na, akkor lelövöm ezeket. Ja, közben valaki segített nekem kommentben, hogyan kell beállítani a célkeresztet ilyen egyéni színűre. Úgyhogy most már egyénileg beállítottam pirosra. Hú! Micsoda zene, azt a rohadt. Oh yes. Pusztulj. Nézd arra, mik vannak ott lent, micsoda szörnyek. Azt hiszem, hogy jön, ami most fölösleges leugrana, nem is tudom, hogy honnan, hogyan jöjjek fel onnan. Ja, az van egy ilyen kapcsoló, anyád! Akkor lejövök. Na, gyertek, köcsök fiúk. Hát itt más nincs, én úgy nézem. Na mi van, nem jövök fel. Mi történik? Oda el. Nem mondod. Aha, jó van. Ó, itt van a titkos hely. Ujjjjjjjjj. Ha, annyira nem volt titkos. Csak titkós. Tölgyös. Bimbószaki. Bimbászati. A bimbózati felügyelőn, várjál. Hát itt is van egy ilyen cucc, akkor mi van itt ezen az oldalon? Ha repülni is tudunk most már. Jó, hát eléggé megcsappant a életerünk, meg a pajzsunk leginkább. De gondolom, hogy ezen a pályán is lesz majd ilyen 200-as pajzs, úgyhogy nem érdek. Na, teli van a pacakom, most a reflexim nem annyira jók. Durr! Ez az. Nyeljed befele a nyilvesszőimet. Belharc. In the fight. Jól bírják. Azok a lények. Ez minek? Miért van ez itt szerinted? Nem nyitott ki semmit. Legalábbis iránnézésre. Használjunk már ezt is egy kicsit. Annyi töltény van a pályán.
Nincs még kulcs. Meg kell találni a kulcsot. Ez a kulcsa az egésznek. Ám kímeljük őket. Dur, 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 dur. Igen. Na nézzük. Hát, szóval ugye. Nyúlpuska. Az az én fegyverem. Fákjajcs, erről volt szó. Na azt nagyon akkor fel egyet. Nem sok változott. Párárárárárárárá. És érdekes dolgot tudtam meg az egyiptomi ilyen sírokról. Ilyen piramisokon belüli sírokról, szóval hogy a tervezőik annak idején tudták azt, hogy nem lehetetlen úgy megépíteni egy sírkamrát, hogy az teljesen védve legyen a sírrablókkal szemben. És akkor eleve úgy rendezték be ezeket a sírokat, minthogyha már ki lett volna rabolva. Szóval így felkészítették az utókor számára, kvázi. És akkor, érted, egy sírrabló ugye behatolt, és azért nem keresgélte a kincseket, meg a különböző ilyen erekéket, mert abból indult ki, hogy hát ezt már valaki kirabolt, hogy valaki megelőzte őket. Hát beszarsz! Milyen trükkösek voltak ezek az egyiptomiak. Mi eszembe nem jutna ilyen. Nagyon trükkösek voltak. Valami kinyílt. Ez itt lenyílt, de most ennek mi értelme van? Szerintem ez itt kinyitható. De most várjál, most ez tényleg itt miért nyílt le? Vagy miért jó az, hogy ez itt lenyílt? Hát valami más is lenyílt valahol máshol? Nem tudhatom. Minden esetre megvan a sárga kulcs. Remélem, hogy emögött nem egy Iron Leech lesz. Nem. Vége a fákjának a hatásának. Bum 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 bum. Oh yes. Valami kinyílt. Ez egy kicsit hasonlít a Hexennek a pálya struktúrájára felépítésére, mert ott van ez, hogy megnyomsz egy kapcsolót, és akkor valahol valami kinyílik. Vajon hol és mi? Kb. Valami. Gondolom, hogy itt nyílt. Aha. Ja, még ez lófütyi a Hexenhez képest. Tehát ott aztán ilyen... De van, hogy órákon keresztül kerestem a továbbvezető útat, ezért is nem vittem még soha végig a Hexent. Egyszer pedig jól lenne. Úgy egyébként jó játék a Hexen. Van benne 3 karakter, osztály. Die, bitch. Voltak egy páron, nem mondom. Kicsit használjuk már ezt a fegyót is. Na, valami megint kinyílt, ha közben a szikleteket kéne nézni. Valami itt van. Gondolom ez utólag fog kinyílni. Na nézzük, menjünk át ide a túloldalra, itt még nem néztem körbe. Klavorb. A lavorba. Na egy map scroll.
egész térkép láthatóvá válik, hogyha megnyomom a tabulátor nevű gombot. Egyetlen egy gargoyle védelmezte. Gondolom ezt kilapít, hogyha alá megyek. Nem? Milyen könnyed ide adták. Mi van ott lent? Ó, micsoda szép díszítés. Ez autóim. Néha olyan produkál vicces dolgokat. Megszórjuk őket. Legugoltam a tűzlabda elől. Csalás. Oda valahogy fel lehet jutni szerintem. A repülés képességünk az van. Mi ez? Mi történik? Na menjünk felfele, gyorsan nyomassad! Röppen csűzödjünk felfele, gyerekek! Pararam, pararam, pam, pam. Hopp. Aha! Jesus Christ! Jesus! Hogy Cypher mondaná a Matrixban, Jesus! What a mind job! So you are here to save the world! What do you say something for that? To something like that? Let me give you a piece of advice. If you see an agent, do what we do. Run. Run your ass off. Na viszont megjött egy olyan rohadék, úgyhogy akkor most használok egy könyvet. Nagyon durva jó az a fegyó. Jaj, de jó, hogy át lehet lőni oda. Gyere ide. Ha, igen, nyomkövető, célkövető egy kicsit. Na gyere ide. Anyád. Megcsapant a páncélunk. Nem baj. Szóval akkor itt ez volt. Hát jó. Mi a f... What the hell? Hát csak így megtámadta a bimbómat. Ha most tudom. Mit évő legyek, mert ott az a kék ajtó, de még kék kulcsom az még nincs. Hajj, itt valami kinyílt, hogy mi ez itt? Hát ez itt mi? Rajt, gondolom, hogy itt kijövök, akkor ez az eleje az egésznek, hát persze. Nem küld nekem. Menjünk visszafele. Parararararam, pam, parararararam, pam. Vaj, ne be lehet esni oda. Tudtam. Tudtam, hogy ez van. Nem, hogy két szikret van. Ezen a pályán, most akkor olyan meg kéne találni a zöld ajtót. Where the fuck is that? Pont, pont elhallgatott a zene. Where the fuck is that? Tehát már rá is kezdett egyből utána. Ja, itt van. Jól van akkor. Open up for me, please. Üres termek. Egyik a másik után nincs berendezve különösebben. Te jó Isten. Durva ez a fegyó. Ott a kék kulcs.
Ezek a biztonsági őrök itt voltak, itt álltak. Ajtón állók voltak. Bum! Ha jól hallottam, hogy szörny okozza a hangeffektet, az produkálja a fülembe. Szerencsére ide nem tudnak betalálni, hogy elnézem. Szuper. Hát csak betalált azért a rohadt gyíkja. Rohadt gyíkja. Végül is tényleg ilyen gyíkszerű. Valami. Na megvan akkor, most már csak két szikretet kéne még megtalálni, és akkor utána úszhatjuk a belünket a pályáról, de... Azt gondolom nem lesz olyan könnyű. Mindjárt kiítem. Lehet, hogy repülni kéne. Vagy a halhatatlan... Lehet, hogy inkább egy halhatatlan seggyűrűt nyomok be. Aha. Lehet, hogy ez jó ötlet volt. 200-as pajzs. Hát végül is, ja. Hát, hogy visszahoztuk, és már csak egy szikret van hátra. 11 szörnya. Szuper szónikus. Oké. Szuperek vagyunk. Na, akkor most meg kell találni újra a kék ajtót. Persze én szerencsére tudom, hogy már nagyjából merre van. Ott van lent. Mekkorát ugrottam megint. Na, adjad ide fele? mit adjak? Látod ezt a reflexet? Már megemésztettem az ebédet. Candy! Candy! Open! Open for me! Open to me! Open! Na, itt van a kijárat. De valahol még kell lenni egy szikretnek. Most én megnyomtam az összes gombócot a pályán. Hát ez itt téves. Lehet, hogy a mapot kéne megnéznem. Aha. Jó, hát minden esetre abban az irányban található. Valamerre. Itt van valahol nagyon közel. Hogy a tőgybe lehet oda kijutni, vagy átjutni. Itt le van zárva minden. Aha! Halleluja! Ez az. Italy találat. Másik. Na. Durranni fogtok. Úgy bizony. Tudom, mennyi tárgy van. Na, és akkor
tulajdonképpen még kettő tárgy hiányzik, de szerintem az a kivezető ajtónál lesz megtalálható. Ami, kérlek halálosan, erre van. Nem olyan nagy pálya. Hát igen, ebben az időszakban még olyan túl nagy pályákat nem lehetett építeni. Nem bírták a gépek. Tudtam, hogy egy ilyen köcsöggel szembe kell néznem itt a végén. Ez volt az utolsó. Hallelujah. Na, úgy. Ez az. The Portals of Chaos. Hú, és ez már az utolsó pálya lesz? De már csak a következő részben, gyámakáim. Remélem tetszett ez a rész is. Hogyha tetszett, akkor basszass egy lájkot. Iratkozz fel a csatornára, támogass minden, minden szempontból. Rám fér. Na, köszönöm szépen a figyelmet, aztán cuppantás nektek. Sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új. Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra. Nem fogod megbánni.